Hello mindenkinek, ez itt a Chaser végigjátszásának 11. része, amelyben most folytatjuk kalandunkat a fegyverraktár felé, méghozzá konfrontációval, mert tudták, hogy jövünk, és hát betámadjuk magunkat. Megvan a késünk, a blaster, illetve ez a gránátos, a famaszt helyettesíti. Az első rakéta belém hatót. Szóval ez a fegyver a famaszt helyettesíti. Aha, és ez konkrétan nem gránátot, hanem rakétát lő. Jó, bejutottam. Elvileg ide kellett bemenni. Jó, vettem fel cuccost. Kis életenergiát. Ó, te full! Ez jó. Hú. Benn vagyunk. Keresd meg a vezelőközpontot, és nyisd ki a főkaput. Igen. Ez a küldi. Ó, van itt még páncél is. Na, nyílik az ajtó, figyelj! Ó, még a raktárban dolgozók is ellenem vannak. Új CV, ez a pisztoly, és ez a gépfegyvernek a neve. Ez a marsi famasz. Ha ez kifogyott, akkor használom majd a G11-et, mert az még mindig nagyon jól üt. Életbevágóan fontos a biztonsági kártya megszerzése a vezérközpontba történő belépéshez. Ja, hát ide kell jönni! Jó van, oké, ezt megjegyeztem. És elvileg ezt nagyon gyorsan visszatölti, csak berakja a tárat, a szevasz. Holott meg mindegyiknél meg volt izé animálva, hogy fogja, berakja, tehát kiveszi az előzőt, berakja az újat, hátrahúzza a kakast. Itt meg csak ki, meg csak ki, meg be. Hát tudsz ugrani, Chaser, gyerünk! Eddig is működött, most sem megy kárba. Na nézzük. Nem nyílik ki. Ez viszont igen. Elektromos áram. Ez de nem jó. Nem esett jól.
Hát most visszakerültem ugyanide, de kártya nélkül elvileg. Jó, hát akkor ide kell jönni. Hoppá! Megvan a kártya! És akkor most ide betoljuk! Valamitől bekrepált. Nincs gyonyos anyádba! Ha mit képzelsz magadról te? Rá kell hozni a szípajt! Elektromágneses tölténycsomag. Nyilván a pisztolyhoz, nem? Vagy ehhez? Hát nem is tudom. Ó, ebben van plusz sisak. De nem használható izé. Páncél, mint a páncélként vettem volna. Jaj, itt biztos rádió szól. Értem már. Ó, körözött vagyok? Most nézem. Az előbb még be tudtam menni. Ú, te állat. Lent megnézem, mi van. Ezt tudom, hogy itt lent is volt valami. Ez nem ugyanaz az ajtó. Visszakerültem ugyanoda. Pedig az a fő mufti feladat. Kell a mágnes kártya, aztán bele az izébe és a command center felé tovább menni. Ez egy raktár. Pedig ide kéne. De nem használja a kártyát, mert minek? Hát pedig itt van a Command Center. Hát erre kéne menni. Hát de miért nem menj oda be? És miért cikrázik az a szar kártya leolvasó, vagy mi ez? Kódoló, decoder, vagy mi az Isten? Hát mit fétett szegényke? Nem baj. Mindig azt hiszem, hogy nyílik az ajtó, ehelyett meg pont jó időben robban fel valami. Gratulálok. Jó, most visszakerültem ide. Ezek az ajtók működnek, azért megnézem a többi ajtót is. Nem, nem, ez se. De pisztoly, de tele vagyok. Ó. Valakinél még val puska is volt. Most visszakerültem ide. Szevasz, mi az ábra? Nem nyílik? Ez nyílik. Rejtett ott valahol valamit? Unitált, nem. A zárt ajtó mögé, vagy elé
beleopózol, besettenkedett, aztán úgy gondoltam, hogy onnan szed majd le. Hát, tévedett az öreg. Ezek nem is működnek, nem is kell foglalkozni velük. Itt a Command Center! Ehhez kell bemenni. Ehhez kellett a kártya. De a kártya megvolt, időben. Hál' Istennek. Ez nem működik. Tehát ami pirosan világít és szikrázik, arra nem lehet menni. De ami kéken világít, arra meg lehet menni. Ez majdnem olyan, mint az első pályán. Átkozott Gatlingen. Ez nem működik. Ez se nyílik, pedig erre kéne menni. Ez is szikrázik, köszönöm szépen. Ez is. Hát egy... Nincs. De van éjjellátom. És közben megnézem, hogy van-e éjjellátom, amikor lyukasztanak ki folyamatosan. Gratulálok magamnak. Ez biztos... Ez biztos gyilkos... Gyilkos villám. Az igen! Ez marhára lesértett! Fúj! Most gyerünk vissza. Na szóval, még egyszer. Nem nyílik, de nem tudok menni. Ez meg fog ölni. Tehát, vagy az van, hogy valamit ki kéne kapcsolni. Várjál már, itt be kéne dobni a gránátot. Nem. Nem tudok gránátot dobni, mert ez rakétát lő szó szerint. Aha, így kéne. És hogy tudtam? Ha-ha-ha. Így. Így simán. Ha! Ez honnan? És a rakéták úgy lesértettek, hogy egy életerőm maradt. Na várjál, vissza tudok menni egy picivel korábbra? Mondjuk a Gatling elé? Aha. Ez jó, így. Aha, így. Pont így. A rakéta megölt, de nem vagyok a közelében! Sose fogom megjegyezni ezt! Ez annyira szar! Na jó, akkor valami másik opció, mondjuk... Nézzük, a sniperrel működik-e. Á, ugyan már, mit hittem volna a sniperre? Hülye vagy, gyerek? Hülye vagy? Próbáljuk meg G11-jel. Nem, akkor is sérülök. Szóval kénytelen vagyok izét használni. De nekem miért kell sérülnöm? Édes Istenem. De miért kell sérülnöm? Az Isten verjen meg! Hát nem hiszem el! Ki volt az a barom, aki ezt kitalálta, hogy Gatlinganokkal kell találkozom? És a pályán nincs medipak! Miért? Tessék. Mit csináljak?
Esküszöm, mit csináljak? Most nem attól húzom fel az agyamat, hogy nem tudok, nem az, hogy eltévedtem. Nem tudom végigvinni ezt a folyosót. Ki volt a barom, ki volt az a hülye barom köcsög, aki ezt kitalálta? Kitalálta. És megöl lassítás közben is. Mit csináljak? Szerintem ez se. De a másik miért aktiválódik, hogy szakadna ketté? Miért aktiválódik a másik? Hát egy rakétától nem döglik meg a szerencsétlen barma. De miért aktiválódik a másik? Könyörgöm, miért csinálod ezt velem? Jó, akkor majd átmegyek a túloldalra, hát azzal nagyobb, több esélyem is lesz. Aktiválódik a másik könyörgömet, nem hiszem el! Mit csináljak? Mi az Isten csináljak? Oda néz! Hiába állítom be a lassítást, nem vagyok gyorsabb nála! Mi erre váltottam át? Én hülye barom. Édes Istenem. Na, próbáljuk meg így. Miért aktiválódik? Hol? Hol? Honnan jön a lövés? Ott van. Nem elég, hogy kifogytam, de nézzétek meg, hogy sebzett le. Nem, esküszöm, ez lehetetlen. Most hol vagyok? Azt se tudom, hol vagyok. Ja, itt vagyok. Akkor ide állok be, akkor tudom, hogy most itt vagyok. Azt se tudom, hol volt. Pedig tényleg nézek körbe mindenhová. Jó. Most jön a G11, mert kifogytam ebből. Úgy van. Mert most fogyok ki az éjjellátóból. Persze, hogy ne lássak. Semmit se. Mars Corp, ugyanolyan betűtípussal van a Chaser is. Rohadtul nem vidít fel. De nem! Még a Command Center ajtó elé is raknak egy szart! Rohadjál meg! Jó, haladjunk.
ez ki volt az a hülye baromállat, aki ezt kitalálta, hogy tele centrigánokkal kell szétpakolni az egész pályát, és akkor még pluszban még olyanokat sebez, hogy még megmukkani sem volt időm. Már most is meleg volt a helyzet, kussalját a barom. Ja, ezek exoskeletonok. Ja, az egyikbe bele fogunk bújni, és akkor úgy kell tizedelni az ellenfeleket. Oké, és... Elég, ha csak az egész modellt látom, nem kell belenéznem a pokoli szemeibe. Jézus Isten. Ah, védjük meg a kaput. Ah, Tower Defense mode. Persze, az escort, meg az nagy eltévedős után. Persze, Tower Defense. Nem tudom kilőni a rakétákat. Sajnálom, próbáltam, nem megy. De jönnek a többiek. Szépen ide hagyják. Nem hagyhatom el a terepet, mert akkor megszakadt a küldetés. Édes Istenem! 10 centit nem mozdulhatok meg! Rohadja keresztbe! Nem tudom kilőni a rakétákat, úgyhogy ne is álmodjatok arról, hogy ezen én próbálkozni fogok. Hát... A random kitáncolás a rakéták vonósugarából egyszerűen nem tudom, hogy van. Véletlenszerűek. Már jönnek is! Onnan távolról. Hát nem nagyon látok mozgást. Ott. Aha, ott voltak. Ott van egy. Hál' Istennek nincsen olyan, hogy overheat, tehát hogy nem forrósodik túl a Gatling gunom, illetve a rakétavető is végtelen mennyiségben van, úgyhogy ez egy jó pont ennél a résznél. És nyilvánvalóan, mivel könnyű fokozaton játszok, ezért van az, hogy
nem nagyon jönnek az ellenfelek. Jobbról jön egy pár exoskeleton, és itt jobbról jönnek a katonák, jobbról távolban ott jöhet egy pár exoskeleton, illetve balról is skeletonok jönhetnek. Igazából... Anyám, ez így bele a pofámba. Ez hogy került ide? Nem nagyon látok mozgást. Most mentek. Ami mindig az a... Ugyanaz a feladat, egy feladatom van. Hát néha előfordul, hogy valamelyik karakter még nagyon távol van, valamelyik NPC, és hát ott ragadt a robbanás miatt, és így most beszart, hogy most jön, vagy nem jön, és akkor hiába megyek én oda, nálam a küldetés ugyanúgy szakad meg. No, megvan! Ennyi volt. Fú, ez nehéz szülés volt. Elnézést kérek, hogy már így a legeslegelején már így kiakadtam. De egyszerűen ez tűrhetetlen volt, hogy ezek a Gatlingának annyit sebeznek, mint a Rosebb, és csak ezekből áll, és a folyosón egyáltalán nem volt medipak. Azért mondjuk arra számíthattam volna, hogy mondjuk gyógyítson. Hát képzeljétek, milyen lett volna nehéz fokozaton. Szerintem még el se indultam volna abból a pontból, ahol ki kellett volna robbantani az áramköröket. Már ott az első Gatling már kinyírt volna. Na. Megvan a hajó. Begyűjtöttük. És irány Longwood. Ugye izé kellett idő nekik, amíg védtem a kaput, hogy kellett nekik idő, hogy feltöltsék a cuccokat, és most jön Ravi Wallis, a vonat, megyünk a vonathoz, és a vonattal megyünk Longwoodékhoz. Na, haladunk előre. És akkor itt lesz majd egy nagyon nehéz boss fight-szerűség, vagy nem tudom én, egy nagyon nehéz ellenfél, aki folyamatosan rakétával támad, és hát egy rakéta az instant halál, és arra emlékszem, hogy azzal is bajlódott szegény Weizor. Bocsánat, hogy mindig Weizorral jövök elő, de hát ha ő miatta kezdtem el, ő volt az inspiráció, ő adta az ihletet, hát akkor meg miért ne? És ő tőle tanultam meg egy-két olyan dolgot, amit nagyjából ismerek, meg hát a vízes pályákat is nagyjából ismertem. De voltak olyan pillanatok, amiket pont nem néztem, hogy ez meglepetés legyen számomra is. És ráadásul én be vagyok öltözve konkrétan az ellenség bőrébe, szó szerint. De hiába az álca, úgyis lőni fognak engem. Meg hát ráadásul a szürke, meg a piros marszkorpos katonák fognak felém jönni, és a heavy katonák azok, akikben én vagyok. Na. Oké. Hú. Ez egy gránátvető. Automata gránátvető. És hát úgy automata, hogy kattogtatni lehet vele, illetve... burst gránátokat is lehet lőni vele. Ha. Ez jó. Ez jó lesz. Jó. Foglald el a vonatot, vidd a vonatot a rakodási zónába, és robbantsd fel Longwood vonatát. Ja, fel kell robbantanunk a vonatot. Valahogy be kell jutnunk valahova. Nyilván arra felé kell menni, de hát nem tudok bemenni, hogyha be van zárva a kapu. Mert valami nyomva tizé számkóros, számkombinációs zár van rajta. Itt is, ugyanezek. Egyiket se tudom benyomni. És még ott próbálkozhatok. Megnézek valamit. Három életpontot vesztettem el azzal, hogy lekerültem a platformra.
Na? Történik itt esetleg valami? Itt van egy lejtő. Megint egy számkombinációs zár, ami nem fog kinyílni. Úgy van! Hát persze, mert miért is ne. Piros, piros, piros mindenütt. Egy zöldet szeretnék már látni. Ott egy ajt, egy számkombinációs nélkül, és nem is nyílik ki. Most meghaltam volna, ha ott is lett volna egy ilyen cső, amin keresztül átfutottam volna ide. Látjátok, egyik ajtó sem nyílik. Sem a lejtő, se semmi. Meg vagyok lőgve, gyerekek. Hát ott lent is van valami. De ott meg halál lenne ott leugrani. Mindjárt mutatom. Hogy is? Hát erre lepróbálkozhatok. Akkor szépen így csúszkálunk lefele. Itt van valami, majd utána nézek. Azért nem mentek most, mert ki tudja, lehet, hogy nem erre kell menni, és a legutóbbi mentés ott volt, ahol leugrottam volna a csőre, és ahol kezdtem a pályát. Na most itt van egy másik rész. És ha tényleg erre kell menni, akkor ott utólag csinálok egy mentést, és fogom a fejemet, hogy hogy az úristenben nem jeleztem már megint a játék, hogy erre kéne menni. Ott a létra. Tudja, hogy erre kell menni. Volt script, úgyhogy erre. Hát ez nem véletlen. Hogy a jó élet... Itt vannak. Mindenki itt van. Miért vagytok ilyen hullapontosak? Ezekkel a fegyverekkel. Ott van fönt. Megvan! Az lesz a rakétás, Muki! Villanak be az események! Húha! Ott vannak! Hát persze, ezzel a fegyverrel lőnek rám. Vagy azzal az automata gránáttal. Majdnem meglett! A automata gránáttal vannak, mert három felé lőtt a gránát. Lehetett látni. Így elkapom őket. Nem haltak meg a rohadékok. Várjál, van sniperem. Hú, de én hülye. Megvan az egyik. És elvileg megvan a másik. Elvileg megvan a másik. Most már nem kell bajlódnom ezekkel a barmokkal, mint annó Vizor. Remélem. Honnan? Honnan jött a... Az igen. No scope, bitch! Ez egy utalás a... See and Happiness sorozatra, rajzfilm sorozatra. Üdvözletem! Barom gránát testvér.
Aha, ez a puska adja ki ezt a vinyogó hangot. Ez olyan, mint egy Pulse Rifle. A FAMAS Pulse Rifle. OICV. Igen, ez az OICV kicsit ilyen elektromágneses plazma cucca van megtöltve. És azért ad ki ilyen overloading hangot. Megint egy számkombináció, zár, ami rohadtul nem fog kinyílni. És fogadni mennék, hogy jönni fog a vonat, amikor itt gyaloglok. Ó, láthatatlan fal! Az igen. De nem baj, legalább megnéztük. Ó, végre egy zöld színű számkombinációs ajtó, amivel be tudok menni. Végre. Na most fel vagy le? Nézzük fel, mi van. Zsák utca, persze. Oké. Most nem tudom merre tovább. Arra nem, mert láthatatlan fal van. Essé már szét! Hát bakker, ezek több lövést bírnak el. Fulladnál meg? Köszönöm szépen! Fúj! Ezzel a kevés életenergiával nagyon nehéz dolgom lesz. Ugorja vissza, légy szíves! Chaser! Ezt nem vettem észre. Rakétától nem vagy képes megdögleni? Hát az Isten verjen meg! Hát nem igaz, hogy csak a lövedékek tudnak téged kinyírni, a robbanószerek meg nem! Ki volt az a barom, aki úgy találta ki a robbanószereket ebben a játékban, hogy még csak emberre hasson, de az is úgy, mintha golyót repítenék belé. Hát akkor sniperre. Nem ez. Az anyádba, ha még be se tudtam mérni. Ah! Oké. Okay. Hát de nem tudtam. Ezzel nem voltam képes előre haladni, mert még vannak ott még ketten. És egy lövéssel szétkapnak. Nem csak ő volt. Nem emlékeztet benneteket ez a zene a Castle of Wolfenstein című játékra? Mert abban is volt ilyen hasonló zene. Csak G11 volt nála, semmit nem lehetett elővenni. De lehet látni, hogy ott is van ajtó, itt is van ajtó. Rohadjál meg! Ez bezuhant a platform alá. Bezuhant. Ne hülyéje. Jó, visszatöltöm, amikor még volt 100 életem, és megyek a zöld ajtós felé. És elmentettem! Édes Istenem!
No, nem érdekel. Innentől kezdve engem nem érdekel. Hagyjál meg. Ez nem ugyanaz, csak hasonló. Valami páncélzat, vagy medipakot, vagy esetleg valami délre. Hi! Itt a kukac! Baromi nagy terep! Nincs fedezék! Azt nem tekintem fedezéknek. Bárhonnan jöhet, valamelyik! Azt 3 másodperc alatt úgy leszedi ezt a 94 életpontot, mint a 20-ot. Ami 100 lett volna, ha nem mentettem volna el. Ez... Mindegy, nem akarom tudni. Na, haladjunk tovább. Ó, egy medipak. Jó van. Ez jó jött. Megnézem, mi van ott lent mindjárt. Vagy nem? Zsák utca. Vissza. Kéném szépen vissza. Kéném szépen vissza magamat. Oda a lyukba. Félúton vagyunk kb. Azose. Hogy? Miért? Ezt ugye nem mondod komolyan. Az utolsó pillanatban. Szop ki Bobit. Na, szedjük föl, haladjunk tovább. Jogy van. Jó, vissza! Oda nézzetek, mennyi életem lett 100-ból. 12! Egy lövéssel 10-et levett. Egy lövéssel. Nézzük. Nyílik. Léci, mennyi? Erre kell menni. Léci. Egy életpont. Egy pici eséstől. Az nem a vonatnak a része? Ne! Ezt nem nagyon kértem! Ó, egy megvan. Hol a többi? Ott van egy. Ó, te szemét! Ó! Ezeket nem lehet benyomni, nem? Ezeket sem lehet. Na ne!
Na ne! Ott a gomb! Áh! Jó! Jó, kinyitottam az ajtót. És oda kell majd beszállni, de várjál, nézzük meg, hogy van itt esetleg valami... Hihuhu! Semmi! Rohadjál meg! Akkor is visszatöltöm! Mert itt minden életpont számít. És ide be kell szállni szerintem, és akkor... Melyik gombot kéne megnyomni, biztos úr? Ezt tettem? Vagy ezt tettem? Vagy csak be kellett tűnöm? Elindultam! Ez elindult. Nem, olyan lassan megy, hogy szerintem még mozgás közben is meg kell védenem magamat. Fii. Lesznek egy támon bajok ezzel majd. Na még egyet. Foglald el a vonatot. Ez az, nem mozdulok. Vidd a vonatot a rakodási zónába. Visszem is! Ennyi volt! Most megmozdultam, de az előbb még nem mozdult meg. Azt hittem ennyi volt, de nem. De ez olyan teretnek tűnik, mintha majd védenem kell magamat mozgás közben, és mozgó helyzetben mozgó célpontokra kell majd lőnöm. De nagyon nem lesz így jó. Ja, mi csak most kéne lerakni a rakományt, mi? Most mentek egyet. Nehogy elinduljon nélkülem a cucc. De guggolok! Hát nem úgy van, hogy... Nem kapnak el a golyók a guggolok? Rakétás köcsög. Végre. Aha, felemeltem a hídet, most megyünk vissza a vonatra. Itt jöttem le. És hát itt jöttem. Úristen! Szülye barom, elindult nélkülem a szerelvény. Hogy vagy képes ilyen ekkora rohadék lenni? Már bocsánat! Jézus Atya Úristen! Ide álltam be. Megint lefagytam. És
megint mozgok. Nem értem, miért kell lefagyasztani a karakteremet, amikor megindul a vonat. Holott még mindig nincs vége. És ez másodszor is meg kell csinálni. De szép is ezzel menni, mint a MÁV-val. Ez legalább halad. De nem ő bereli a Half-Life-os vonatos jelenetet. Azt is, azt még sokkal élvezetesebb nézni, mint ezt. Tehát ranglistán MÁV, ez a vonat, és a Half-Life-os vonat. Majd csak odaérek. Van időm, persze. Megérkeztem? Ez jól ér be. Hát ez megérkezett. Hogy nem haltam meg? Úgy van, háttal képes voltam fölmászni háttal a létrán, mint a Amerika titkos hadműveletei című játékban, azt hiszem az volt, amit Freddy D. mutatott be. Ott is az volt, hogy háttal képes volt fölmenni, és olyan, mint a liftezne. Ding ding, fején nem ő osztály. Nem. Ja, az a robbanóanyag, várjál már! Hát akkor én már húzok is vissza a vérbe. Na. Leszálltam, nyomok egy mentést. És akkor... fölraktam a robbanóanyagot a vonatra. Megint lefagytam. És most szerintem megint egy hosszú lépés előre. Gyerekek, az előbzinél annyira volt időm,
hogy pont akkor állt meg, amikor visszajöttem a konyhából, tehát komolyan mondom. Megint egy hosszú felvezetés, mi? Ha már így állunk, nem értne. Nem állja pont akkora ér be, amikor már én is. Na meg... Megerülök, olyan. Na, itt hogyan tovább? Arra nem. Aj, nem igaz már, hogy már megint be kell valamit állítani. Ez nem igaz, hogy nem lehet három pontban megcsinálni, hogy egyszer fogni egy szerelvényt, átsegíteni egy úton, egy akadályon, aztán végül kimegy. És miért kellett ilyen baromi hosszúra megcsinálni? És most... Houston, hiba van a Matrixban, már majdnem ugyanezt a pályát csinálom végig. Ugyanazokkal a rohadék ellenfelekkel kell harcolnom, már megint. Vissza, gyerünk mi! Engem miatt nélkülem fog elindulni a vonat. Ah! Nehogy nélkülem elindulni a vonat! Ha beizélne! És félreértés ne essék, ez nem orosz halandzsa volt. És elindul a vonat nélkülem, mert ez hülye! Hát miért nem képes megvárni? De bezzeg, ha beülök a vonatba, akkor lefagyaszt, és addig nem tudok megmozdulni. De bezzeg, benyomom a cuccot, hogy mehetünk tovább, erre meg elindul a szerelvény nélkülem. Ugyan mentés. És nézzük, megint haladunk előre, ha semmiért. Na, mehetünk.
ha ezt a pályát megcsináltam, akár egy órája szokkodok én ezzel a pályával. Egy órája. Egy óra eltelt, gyerekek. Ha ez megvan, akkor ezzel kívánom bezárni a részt. És úgy látszik, hogy már vége, mert kiértem ebből a nyomvadt vasútállomásból. És úgy látszik, át tudom passzolni a többieknek ezt a szart. És végre ki tudjuk nyírni Longwood vonatát. És ezzel tovább tudunk menni Longwoodhoz. De az biztos, hogy még a cutscene-eket megvárjuk, és befejezzük-e mai naptól fogva ezt a részt. Egyszerűen elegem van, hogy állandóan mindig végig kell néznem ezt, ahelyett, hogy egy rövid folyosóval oldották volna meg az egészet. Nem. Mintha négyszer végigjátszottam volna a Half-Life 1 vonatos jelenetét, az epilógust. Tehát négyszer újra játszottam volna a Half-Life vonatos jelenetét. És most van vége! Merénylet. És most kell fölrobbantani a vonatot. És mint mondtam, hogy ezzel a résszel végzek? Hát, jó. Egyezünk meg. Ezt még megcsinálom, és utána befejeztem. És akkor ez lesz az első alkalom, ez az első olyan videó a Chaser végigjátszásban, ami jó hosszan megcsináltam. Hát az egyiket sikerült leszednem. Úgy messelgetem a mentéseket, már a dude guy már beszólna, hogy a nagyanyja is már végigvitte volna ezt a játékot, ha ilyen sokszor mentett volna, mint én. Most. Egyszerűen hihetetlen, tehát hogy miért nem, tehát nagyon na végre akció. Csak megint ez, hogy mondom, mozgó alapá, mozgó helyzetben mozgó célpontokra lövöldözni. Ez nagyon, ez baromi nehéz. Biztos nehéz fokozaton tuti itt mindenki lett volna. Vagy szerintem nem is. Tehát, hogy minden maradt volna ugyanígy, csak mindegyik ellenfél egy lövéssel kinyír. Én már csak tudom. Na végre! Azt a rohadt élet! Azt hittem, soha nem lesz vége! Fúj! És végre a barátaim fogadnak, nem pedig a... Jaj ne! Még mindig nincs vége! Ah, Istenem, Istenem, Istenem! Itt vagyok. Szóval kell menni. Oda le. Na jó. Én besokaltam, gyerekek. Ez nagyon hosszú ez a pálya. Úgyhogy a következő részben majd a
ennek a pályának a másik felét fogjuk majd végigcsinálni, amikor már nem vonatozni kell, hanem felrobbantani azt a nyomvat tetves vonatot. Úgyhogy ennyi voltam mára, köszönöm szépen a figyelmet, és remélem nem kell majd többet egyórás videókkal foglalkoznom, mert ez már totálisan kikészít. 2 órát így fölvenni, ez eszméletlen. Tehát az előző rész is 1 óra, most ez is egy. Így számold össze, 2 óra, megvan a 2-es alá. Ennyi voltam mára, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!